Srácok, kinek van tériszonya? Szerintem nekem van, miért? Nekem nincs, mert lesz valami? Ezen a héten hárman folytatjuk az év utazójának a kalandjait. Itt vagyunk Dél-Dunántúlon, pontosabban Pécsett a Match Extreme Parkban. Ez az első helyszínünk ebben a régióban. És azért vagyunk hárman, mert a döntősök közül Laci csatlakozik most Jucihoz és Tomcihoz, hogy együtt folytathassa az év utazójának a hihetetlen izgalmas kalandjait. Tudtam, hogy sokkal bevállalósabb lesz, mint én, és ezt végig tartotta is, és rengeteg technikai részletben is segített, például a kalandparkban, hogy mit, hogy csináljak. Volt már rajtad ilyen beülő? Ja, még nem volt rajtam ilyen beülő, de hogy szép vékony hangom lesz. Te Jucinak? Hát körülbelül. Voltatok már hasonló kalandparkban, extrém kalandparkban? Hasonlóban még nem, ez azért elég durva és elég nagy. Van valami különleges technikát, titkot, hogyan mész hát ezeken a akadályokon? Két lábbal. Két lábbal mész hát. Nagyon ügyes vagy, Lacike, nagyon ügyes vagy. A kötélpályán végig tériszonyom volt, remegett a lábam és Laci biztatott. Na gyertek, együtt még csúsztok, jó? Jó. Itt a másik oldalon. Egyszer már kipróbáltam korábban a bobozást, de ez a pálya sokkal jobb volt, mert meredekebbnek éreztem, és sokkal nagyobbak voltak a huppanók, és élesebbek a kanyarok. Tacike, nem tudod, van egy ilyen lassúsági rekord ezen a pályán? Nem tudom, de lehet, hogy megdöntöttük. Hát a Juci mindenképpen. Ez volt a Match Extreme pálya, remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon egyébként. Most pedig megyünk Orfűre, ahol szintén nagyon izgalmas karatban lesz részletek. Jó, mit fogunk csinálni Orfűn? Nem mondom meg, viszont remélem gumicsizmát hoztatok magatokkal. Ez minek kell? Gumicsizma? Szőlőt taposunk? Nem. A srácokat ezért kellett a gumicsizma. Ide fogunk bemenni, oda be. Hol is vagyunk pontosan, mi történik? Mennyire kell félni? Félni nem kell, hogyha minden igaz. Orfűn vagyunk a mészégető források barlangja bejáratánál. Hát ez egy kaland barlang. Én, mint alföldi gyerek, nagyon örültem, hogy ez a barlangos program felkerült listára. Nagyon vártam már. Így elindulunk befelé. A lámpákat kapcsoljátok fel, hiszen oda bent nincs világítás. A barlangba bemászni volt a legnehezebb. Hideg volt, de melegen tartott az overall, amit Antitól kaptunk, egyáltalán nem féltem. Itt vagyunk a Pécsi tónál, ahol sárkányt hajózni fogunk, pontosabban Juci és Laci, hiszen én őket motorcsónakkal fogom követni. Úgyhogy nem tudom, kinek lesz a nehezebb dolga, gyerekek. Lusta vagy. Nagyon örültem neki, hogy a kisgyerekek is velünk jöttek, mert ketten Judittal nem hiszem, hogy meg tudtuk volna mozdítani ezt az iszonyatosan nagy hajót. Jó, lassan elkezdjük hátrafelé érezni. Sárkányhajózásnál én szerettem volna lenni a dobos, de nem lehettem, mert már amúgy is dobos vagyok. Ez elég magas. Itt vagyunk Pécs belvárosában, a mai napunkat innen kezdjük, innen indulunk. Mi vár a mai napnak? Pacsa, szarvas van. Zsolnai, megyünk festegetni. Várjátok? Igen. Én nagyon. Na, az ijászatod. Na menjünk. Hát ki egy bonyolultabbat, ki hát az egyszerűbbet mindenkinek a képességeihez mérten.
A Zsolnai Kulturális Negyedben porcelánt festettünk, a polcról levettem egy bögrit és egy kis madarat festettem rá, mert imádom a madarakat. Egy trebussét, vagyis egy kilövőgépet fogunk tesztelni, hogyha elbírja a Jucit. Mennyi a max súly, amit ki lehet ezzel lőni? Hát kb. 50 kg se tudok lőni bele. 50. Hány kiló vagy, Juci? 50. 50. Hát akkor ez fura véletlen, de talán sikerülhet. Két úr fogja hajtani a hölgy és a másik úr megfékezni. Nagyon nehéz volt feltekerni, Tomival kettőnknek is alig sikerült. Bele kellett állnunk a kerékbe, úgy volt a legkönnyebb. Következő játékunk a vízilufcsú. Na már! Na most visszakaptad, tessék! Megpróbáltam eltalálni vízilufi csúzlival, de sajnos nem durant szét a hátán, úgyhogy nem tudtam megbosszulni az első heti csínytevését. Baton segítségével megtanulunk íjászkodni. Ez a íj. Ez az íj, és ezek a nyilvesszük. Azért ez már elég jól megy, úgy érzem. Jucit lőttél már valaha ilyennel, vagy Laci, te? Én fél perccel ezelőtt nagyjából kipróbáltam. Igen, és rossz helyre belelőtte a fába, ugyaninek nem örültél a botond annyira. Mi ennek a titka, hogy működik? Mutasd már meg nekünk ezt. Így megfogjuk marékra az íjat, így marokba. Aha. Betöltsük a vesszőt. Elfogadjuk botond, elfogadjuk. Asztal! Már régóta szerettem volna kipróbálni az íjászatot. Én úgy éreztem, hogy ez elég jól ment nekem, mert már fejben sokszor elképzeltem, hogy hogyan csinálnám. Majdnem. 5-6 méter is meg lesz. Először csak a céltábla melletti domboldába lőttem, de aztán később már sikerült a közepébe is beletalálni. találni. 600 méterre fogunk felszállni a repülőtér szintjétől, és repülünk egy szépet Pécs légterébe. Ilyen adrenalin még sosem éreztem, amikor a leoldás után a géppel jobbra borítottunk. Én most repültem életemben először. Rengeteg embernek volt hatalmas, egy rózsaszín parókája, rózsaszín punk frizurája, rózsaszín tütükéje, és minden, ami rózsaszín, azt el, amit el tudsz képzelni ruhába, az minden volt. Azt hittem, hogy csak pár száz métert teszek meg, és utána leülök. Végül eljutottam az első fröccsállomásig, ahol lehagytam a kocsit. Hát megint nagyon sok jó dolog történt velünk, túl vagyunk a harmadik héten itt a Dél-Dunántúli régióban. Mi volt a kedvencetek a héten? Nekem természetesen a barlangászás volt. Juci? Nekem a repülés. Jövő héten folytatjuk utunkat, Budapest környékét látogatjuk meg. Tartsatok velünk továbbra is, nézzétek a Facebookunkat, az Instagramunkat és az év utazójának a honlapját is. Most már bemegyünk a vízbe.